Rengetegen fordultok hozzánk azzal a kérdéssel, hogy mitől van jó nő, hogyan tudod a női szerepeidet harmóniába rendezni, hogyan tudsz dolgozó nőként, feleségként, anyaként is jól funkcionálni, és hogyan tudod a női betegségeidet megoldani és újra egészségessé válni. Ezek a fő kérdéseitek és problémaköreitek, amikkel nőként hozzánk fordultok. Az ötödik egyébként a meddőség, ami azt látom, hogy nagyon-nagyon sok embernek probléma most, és belemegyünk abba, hogy hogyan tudod ezeket a témaköröket jól menedzselni az életedbe, és vajon miért van ez most ennyire előtérben, mint társadalmi probléma. Nézzük meg! Történelem szakon is végeztem, és az egyik fontos dolog, amiben beleáshattam magam, az a nőtörténelem volt, és ezen belül is a mikrotörténelemre is ráfektettem a hangsúlyt. Ami azt jelenti, hogy a történelem során, ha végignézed egyébként, végig lehet követni mind a férfiak, mind a nők történetét, de a nő történelem az nagyon-nagyon kicsi szerepet kapott. Lényegében az elmúlt évszázadokban a nők egyetlen feladata az volt, hogy legyenek szépek, legyenek, hát okosak ne legyenek, ugye, legyenek csendben, és szüljenek sok gyereket. Most mindenféle negatív vagy pozitív dolog nélkül a tényeket közlöm. Tehát, hogy ez semmilyen olyan dologról nem szól, hogy én feminista lennék vagy nem. Ezek puszta tények. Ezek benne vannak a könyvekben, ezt lehet kutatni, meg lehet nézni, bárki utána tud járni, ezek nem az én véleményeim, ezek tények. Na most miről van szó? Arról van szó, hogy egészen az 1900-as évek elejéig a nőknek nem volt szavazati joguk, a nők nem dolgozhattak hivatalos állásban, tehát munkát nem vállalhattak. Egyébként nagyon érdekes, én kutattam Hugonnai Vilma történetét. Hugonnai Vilma, nem tudom, hogy tudod-e, ő volt az első magyar orvos nő. Azt kell róla tudni, hogy nemes származású volt egyébként, és ő arra tette fel az életét, hogy szeretne az embereknek segíteni, és az orvosi pályát választotta erre. Magyarországon nem tanulhatott, ezért Svájcba saját költségén elment, és ott tanult. És ott még fel is ajánlottak számára egy állást, mivel annyira kiemelkedően jó tanuló volt, és nagyon ügyes orvossá vált. Ő azonban a hazáját szerette volna szolgálni és segíteni, ezért hazatért. Viszont itthon nem kapott állást, mivel akkor még nem volt elfogadott az, hogy egy nő dolgozzon. Mi történt? Egyáltalán nem alkalmazták, sőt megszégyenítették, nem ismerték el, és saját magát el kellett tartania, mivel elvált pont ezért, amin ugyan keresztül ment. Abban a társadalmi korban és abban a társadalmi helyzetben nagyon nehéz élete volt. Bábaként tudott elhelyezkedni, de ehhez külön bábaképesítést kellett szereznie. Tehát gondolj bele, hogy több évig dolgozol, tanulsz, mindent megteszel azért, hogy te orvossá válj, embereknek segíts, hazatérsz, és ellehetetlenítik ezt neked. A lényeg az, hogy bábaként segített az embereknek, utána újra férjhez ment, majd kitört ugye a háború, és akkor elkezdett segíteni az embereknek, mint ápolónő. Tehát azt szeretném ezzel átadni, hogy igazából most telt el ugye 100 év lényegében, és 100 év alatt ilyen sok minden változott. A történelemben, a társadalmunkban ilyen-ilyen sok minden változott, hogy most már nőként bármi lehetsz, lehetsz bíró, lehetsz ügyvéd, lehetsz bármi, ami szeretnél lenni. Nincsen határ. A kérdés persze az, hogy mennyi munka, mennyi idő, mennyi fáradtság, de bármit kitalálsz saját magadnak, meg tudod valósítani. Viszont mi ezzel a probléma? A probléma az, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, ezzel együtt viszont jönnek a kérdések is. Lesz elég időd arra, hogy mondjuk dolgozó nőként megáld a helyet? Lesz-e időd a párodra? Lesz-e időd magadra? Lesz-e elég időd a gyermekedre? Nagyon sok nő azzal a problémával szembesül, hogy szerepkonfliktusban van. A szerepkonfliktus az azt jelenti, hogy nem tudod a különböző szerepeidet, tehát a dolgozónő, a társ, az anya, amint nőként lenni, ezeket harmóniába hozni. És itt a legfontosabb, én azt gondolom, a harmónia. Mert ha te harmóniában vagy, az életed, minden, amit megélsz, akkor nincsen probléma.
Amikor nincsen harmónia, akkor jön a konfliktus, akkor jönnek a negatív érzések, és akkor jönnek, ezekből alakulnak is sajnos a betegségek. És mi az, ami most van, hogyha körbenézünk a társadalomban? És amit ti is szoktatok tőlünk kérdezni folyamatosan, mitől vagy jó nő? Ugye most nincs meg az, hogyha neked egy ilyen állásod van, vagy egy ilyen családi helyzeted van, vagy valamit letettél az asztalra, akkor vagy jó nő. Annyira sokfélék az emberek, annyira sokféle élet van, hogy most már nincs egy ilyen úgymond lista, amit ki kell pipálni ahhoz, hogy te tudd, hogy jó vagy nem vagy jó nő. Én azt gondolom egyébként, hogy nincs is ilyen kategória, hogy jó nő, csak elvárások vannak. Ezek lehetnek társadalmi elvárások, lehetnek családi elvárások, és lehetnek a saját elvárásai. Nézd csak meg, nagyon sokan mesélitek, hogy a saját szüleitek stresszelnek benneteket azzal, hogy mikor lesz már párkapcsolatod, mikor lesz már gyereked, mikor mész már férjhez, vagy mikor fogsz már egy magasabb pozícióba lépni. Mindenki mással van elfoglalva. Ahelyett, hogy mindenki saját magát kezdené el rendbe tenni. Ha mindenki saját magával foglalkozna, akkor azt gondolom, hogy nem lenne probléma, mert mindenki saját magát tenni egyre jobbá. Hogyan tudsz jobb nő lenni? És nálam a jobb nő azt jelenti, hogy harmóniában vagy saját magaddal, azzal, akivé válni szeretnél, amit szeretnél megélni. Akkor tudsz egy harmonikus nővé válni, hogyha tényleg elgondolkozol azon, hogy neked mi a legfontosabb. Minden embernek más az élethelyzete, és más az, amit szeretne elérni. Vannak olyan hölgyek, akiknek az anyaság az életük értelme, és vannak olyanok, akiknek a kreativitásuk megélése. Vannak olyanok, ismerek olyanokat, akiknek a vállalkozás, az, hogy az sikerre vigyék, és ismerek olyanokat, akik önkéntesként fantasztikus dolgokat visznek véghez. Olyanokat is ismerek, akik zseniálisan főznek, és az adja az életük örömét, hogy másokat ugye így tudnak támogatni, táplálni, és a szeretetüket így tudják kifejezni. Teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy neked mi az, amitől te jól érzed magad, amitől te jó nőnek érzed magad. Találd meg. Találd meg azt, hogy te mitől érzed jó nőnek magad. És próbáld meg a társadalmi elvárásokat magadban rendezni, a történelem viharai által ezeket a különböző konvekciókat leszedni magadról, mert tényleg én el szoktam azon gondolkozni, bennem van ez a történész véna, hogy ilyen szemmel vizsgálom a társadalmunkat is, illetve azt, amilyen élethelyzetben vagyunk. Nézd végig a családod történetét. Nagymamád életét, édesanyád életét, a te életedet, és hogyha van gyermeked, nézd meg az övét is. És már ez a 3-4 generáció alatt hatalmas változásokat fogsz látni a női szerepekben is. Nézd meg, hogy hogyan változott. Hogyan változott a férfiakhoz való viszony, a munkához való viszony, a pénzhez való viszony, a gyermekhez való viszony. Rengeteg téma, amin érdemes gondolkozni, és amit érdemes rendbe tenni. Most egy nagyon új témával fogunk jönni, női szerepek harmóniába hozása workshopot készítünk, ez felvételen is elérhető. Ezeket a témákat fogjuk rendbe tenni és harmóniába hozni. Ha van kedved és úgy érzed, hogy van mit dolgozni a témán, nagyon sok szeretettel várunk. Szép napot, Kolozsi Marian!